Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen, hogy kitartottak, és köszönöm szépen, hogy megvárják az előadásomat. Igyekszem megszolgálni ezt a bizalmat. Elnök úr felkérésének igyekszem eleget tenni. Ezt a témát kaptam tőle, hogy mit tanítsunk a gulágról az iskolákban. Az iskolában egy nagyon egyszerű kis téma ez, azt gondolom. Utána olvastam, utána jártam én ennek, hogy hány ilyen típusú előadás volt az elmúlt 25 évben. Az az igazság, hogy nem találkoztam egyel sem. Tehát, hogy engem ért az a megtisztelő feladat, hogy törjem az ugart, és próbáljak erről valamilyen okos dolgot mondani, próbáljak meg ebben tanácsot adni. Előjáróban szeretném elmondani, hogy én is középiskolai tanár vagyok, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium rajz-történelemszakos tanára vagyok, 5-től 12-ig tanítok gyerekeket, rajzot és történelmet. A gimnázium Miskolcon található. Mielőtt elkezdeném az előadásomat, azért szeretnék én is egy ilyen személyes dologról beszámolni. Középiskolai tanárként szerintem mindannyian találkozunk hasonló történetekkel. Tematikus nap volt a gimnáziumunkban, Miskolcon. Már az év vége felé voltunk, bemutatkoztak a különböző különböző területek. A kémikusok kísérleteztek, a fizikusok kísérleteztek, a tornatanárok különböző attrakciókat mutattak be, és sorolhatnám. És hát nekünk történelem tanároknak is valamivel elő kellett állni, mivel vonzóvá tudjuk tenni a történelmet. Hát éppen akkor zajlott a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának talán második vagy harmadik konferenciája, és kiemelt meghívott vendégünk volt Olafsson Placid atya. És hát úgy gondoltuk, hogy ez a kezdetektől már megvolt, hogy mindig a konferenciáinkhoz csatolunk valamilyen középiskolásoknak, gimnazistáknak szóló programot. Hát úgy gondoltuk itt az iskola vezetésével és a történelem tanár kollégákkal, hogy akkor kérjük meg Placid atyát, hogy jöjjen el és meséljen nekünk, és szóljon néhány szót a történtekről. És hát érdekessége volt ennek a kis programnak, hogy általában a fizika-kémia előadások voltak a népszerűek, ilyenkor a gyerekek mindig feliratkoznak a adott témához, és amikor látták, hogy gulág, meg Málenki robot, nem is nagyon tudták még hova tenni, nem is nagyon értették, de valahogy híre ment annak, hogy jön Olafsson Placid atya. Valaki tudta azt, hogy ő ilyen nagyon érdekes dolgokat szokott elmesélni. És egy fizika előadó, egy nagy előadót töltöttünk meg, tele volt az előadó, és betelt a papír, tehát nem tudtunk több gyereket fogadni, és azt vettük észre, hogy ahogy elkezdődött az előadás, elkezdtek átszögdösni más helyről a gyerekek. Tehát, hogy hiába kísérleteztek, meg hiába ment a sport előadás, azt vettük észre, hogy telik meg a terem, és egyre többen vannak, és jönnek a tanár, felügyelő tanár kollégák, hogy hát András, baj van, eljönnek a másik óráról, mert ez van, hát mondom, nem tudok mit csinálni. Nagyon érdekes, a gyerekeket ez érdekli, tehát itt igazából ezt az érdeklődést nem tarthatjuk féken. Hát az lett a vége, hogy a felügyelő tanárok is ott maradtak, úgyhogy tovább népesítettük a hallgatóság táborát. Olafsson Placid atyáról bizonyára mindenki tudja, hogy ő az, aki, hát hogy is mondjam, derűvel tud mesélni, és olyan szinten, olyan formában tud mesélni mindenkinek, nem csak a diákoknak, amiből azt hiszem, hogy mindannyian meríthetünk. Előadásomat egyébként nehéz is megtartani így a konferencia végén, de nem csak ezért, hiszen mit tanítsunk a gulágról az iskolában, hát ez gyakorlatilag itt elhangzott. Dr. Star Tamás, Dr. Bognár Zalán, Bank Barbara előadásai lefették azt, hogy mit kellene átadnunk a gyerekeknek, mit kellene átadnunk a középiskolában, és szerintem az egyetemen is, és hát Kósottó előadásához pedig nem lehet mit hozzáfűzni. Ezeknek kellene benne lenniük a történelmi könyvekben, de nem szaladnék előre, majd erről még szeretnék beszélni, és hát cipeltem itt magammal a prezentációs anyagomat, mert majd ebből is szeretnék idézni, de még egyszer mondom, nem szaladnék előre. Előadásom három részből állna. Az első részben szeretnék néhány szót szólni az egyesületünkről, de tényleg csak nagyon röviden, mert mégis azt hiszem, hogy nem olyan sokan ismerik, bár az utóbbi időben igyekszünk mindent megtenni, hogy a szervezetünk, illetve küldetésünk minél több ember számára ismert legyen. A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának ilyen hármas küldetése, szakmai hitelesség, kreativitás és innováció. Civil szervezetként ezeket próbáljuk meg megvalósítani. Egyesületünk a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával 2009-ben jött létre, civil kezdeményezés volt. Az egyesület kitalálója, aki ezt az egészet kitalálta, az a Várdi házaspár volt, Várdi Béla professzorul és Várdi Huszár Ágnes,
akik a Pittsburghi Katolikus Egyetemnek a professzorai, ők voltak azok, akik megfogalmazták azt, hogy szükség lenne valamilyen szakmai egyesületre, amely összefogja a gulák kutatással, guffi kutatással, málenki robot kutatással foglalkozó szakembereket. És ők Magyarországra hazatérve Miskolc Egyetemmel és Miskolc környékével és az ott dolgozó kutatókkal működtek együtt, így alakult úgy, hogy Miskolc lett ennek az egyesületnek a központja. Ők voltak azok, akik ezt szorgalmazták, hogy létrejöjjön. Zsíros Sándor nevét kell még megemlítenem, sajnos már elhunyt néhány évvel ezelőtt. Ő volt az, aki nyugalmazott iskolaigazgatóként ennek a programnak az élére állt, és megkezdte egyesületünknek a szervezeti felépítését tekintve első lépését, gyakorlatilag lefektette az alapokat, megszervezte az egyesületet. Megszervezte, hogy dr. Stark Tamás, Bognár Zalán, és majd még néhány nevet fogok említeni, legyenek részesei ennek a kísérletnek, legyenek részesei ennek a programnak, így ők is alapítói tagjai lettek az egyesületnek. Én akkor még fiatal egyetemista, végzős egyetemista voltam, megjegyzem, én foglalkoztam egyedül ezzel a témakörrel az egyetemünkön, mármint hallgatóként, abban az évben, így engem is meghívtak az egyesületbe. Az egyesület második lépéseként én kaptam meg azt a lehetőséget, hogy az egyesület elnöke legyek. Az én feladatom az, hogy ezt az feladatom az volt, hogy ezt az egyesületet megerősítsem, és gyakorlatilag egy lokális kezdeményezésből, amelynek azért elég komoly háttere volt, egy országosan ismert egyesületté váljunk. Ez most éppen remélem folyamatban van, és sokat teszünk azért, hogy ez így is legyen. És a harmadik lépés az lesz, hogy az egyesületünket strukturálisan átalakítjuk. Ez most már folyamatban van. Ennek lényege az lenne majd, hogy dr. Bognár Zalán lenne az elnökünk, mint szakmai vezető, én maradnék továbbra is ügyvezető elnökként az egyesület élén, egyfajta management, vagy kulturális menedzserként, ha lehet így fogalmazni, tehát az egyesület programját viszi, és egy titkár működne még az egyesületben. Természetesen az egyesületünknek, ahogy a neve is tükrözi, már a névadás is egyébként problémát jelentett, Gulák Kutatók Nemzetközi Társasága. Az egyesület nevén is változtattunk az idén, ez hamarosan, tehát az emlékév végére fog majd ez kikristályosozni. Gulág és Guffi Kutatók Nemzetközi Társaságára változtattuk a nevünket, hogy szakmailag még jobban lefedjük a kutatási területünket. Egyesületünk a magyar történelem egyik legsötétebb korszakát igyekszik feltárni, ugye ez a Gulág-Guffi Málenki robot témakörét jelenti. Ezt most már nem részletezném, hiszen 3-4 előadás is tartalmazta ennek a lényegét. És hát, ahogy említettem, előadásom 3 részből állna. Első körben beszéltem most az egyesületünkről. Most a következő részben szeretnék mesélni arról, vagy illetve szeretnék szólni arról, hogy mit tanítsunk a gulágról az iskolákban, és már itt módosítanám a címet, mit tanítsunk a gulágról, a guppiról és a málenki robotról az iskolákban. Itt a képen illusztrációként mögöttem látható, ahogy középiskolai diákoknak, gimnáziumi diákoknak Várdi Huszár Ágnes és Várdi Béla egy rendhagyó történelem órát tart. Itt utalnék arra, hogy ennek a témának a feldolgozásánál szükség van újszerű módszerek alkalmazásánál, szükség van arra, hogy a fiatalok íteles szakemberektől értesüljenek ezekről a történtekről. Mit tanítsunk a gulágról, guppiról, a málenki robotról? Hát ez most, itt nagyon sokan vannak történelemtanárok, meg kellene néznünk azt, hogy mit tanítsunk, de miből tanítsunk a gulágról, guppiról, málenki robotról. Bizonyára nagyon sok gimnáziumból, meg középiskolából vannak itt történelemtanárok, érdemes lenne megnézni a könyv, nézzük meg először a könyvtárakat, hogy milyen szakirodalom már rendelkezésünkre. Az egy nagyon fontos dolog, hogy léteznek ismeretterjesztő magazinok, amelyek eljutnak a iskolákba, gimnáziumokba. A kettőt említenék meg a teljesség igénye nélkül, a Rubikont és a Múltkort. A diákok ebből tájékozódnak. Ez nagyon fontos. Tehát, ha lemegy a diák a könyvtárba, ezt én is tapasztalom, az első az, akit érdekel a történelem, hogy ezeket az újságokat, magazinokat megnézi, mert ez szól hozzájuk, ez érinti meg őket. Az egyetemisták körében is tapasztaljuk ezt. Ezért nagyon fontos, hogy ez a témakör ezekben az újságokban megjelenjen. Hála jó Istennek, az utóbbi időben ez így rendben is van, hiszen az elmúlt években nagyon sok ilyen témájú cikk jelent meg. Annak külön örülök, hogy egyesületünk tagjai is publikálnak mindkét történelmi magazinban.
de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak ezekben az újságokban tájékozódhatunk a Gulag Gupi Málenki Robot témaköréről, így nagyjából itt össze szó szerint dobtam azoknak a könyveknek a halmazát, amelyekből meríthetünk. Kíváncsi lennék, hogy ezek közül melyik található meg az önök gimnáziumának, középiskolájának könyvtárában. Magyarországról azt gondolom, hogy dr. Bognár Zalán és dr. Stark Tamás munkái, tehát a magyar vetületről az ő munkáik tájékoztatnak minket a leghitelesebben, ezért érdemes az ő munkáikat tanulmányozni. Kárpátalja esetében, most a magyar vetületről beszélek továbbra is, dr. Dubka György és dr. Molnár Erzsébetet említeném meg. Egyébként ők mindannyian az egyesületünk tagjai, akikről most szó lesz. Nagyon fontos kutatási eredményekkel tudnak nekünk szolgálni, és nem mellesleg érdekes kutatásokról. Erről is majd említeni, erről is szeretnék említeni, néhány szót szólni. Vagy itt van Erdély esete. Dr. Murádin János, a Kolozsvári Egyetem kancellárja, Sapientia Egyetem kancellárja, aki néhány évvel ezelőtt csatlakozott az egyesületünkhez, és igazán új szint hozott be ebbe a történetbe. Vagy Benkő Levente újságíró cikkei. Igazán érdekesek és újszerűek az ő kutatási eredményei. Vagy Felvidékről Köteles László és Bartók Csaba munkái, ők sajnos még nem egyesületünk tagjai. De ha magyar kutatókról beszélünk, akkor már említett Várdi házaspár munkáit is mindenki figyelmébe szeretném ajánlani, és reméljük, hogy eljutnak a könyvtárakba. És az előadásom elején említett Olafsson Placid atya visszaemlékezései, illetve Gulag témának a megközelítése az igazán egyedülálló. És egy ilyen érdekes színfolt Vladimir Roth esete, aki története egy külön előadást is megérne, több kötetben írta le családja történetét és az édesapja Gulag történetét. És hát ugye több helyről, több városból, több településről, helyszínről érkeztünk, helytörténeti kiadványokat fel kell kutatni. Nagyon sok városban, faluban vannak olyan emberek, olyan régiók, vannak régiók, ahol vannak olyan emberek, akik ezzel a témával foglalkoznak. A legtöbb kiadványuk csak helyi, tehát hogy saját kiadásban jelent meg, ezen mindenféleképpen változtatnunk, hogy ezek is eljussanak a könyvtárakba, illetve megfelelő helyekre. És hát hál' Istennek léteznek már egy hivatalos kutatóintézetek, amelyek ezt a témát feldolgozzák, ez óriási segítség, ilyen például a Veritas, vagy ilyen például a NEB, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, akik most már intézményesült formában tudják ezt a témát feldolgozni. Ugye mi civil szervezet vagyunk, nagyon nehéz a mi helyzetünk ilyen szempontból. Illetve nem nagyon nehéz, de nem olyan, tehát hogy civilként azért jóval nehezebb ezt a munkát végezni. És hát vannak olyanok, akik kicsit másképpen gondolkoznak a Gulag Gupi Málenki Robot történetéről. Sorolhatnám itt a neveket, Varga Iva Mária munkája megkerülhetetlen, hiszen olyan forrásokat közöl, amelyeket mi is tudunk használni, viszont a források felhasználásánál, illetve a történelmi értelmezésénél itt azért vannak kérdőjelek ezzel kapcsolatosan. És hát mindenféleképpen örülnék neki, hogyha egy gimnázium vagy egy középiskola könyvtárában ott lennének Szolzsenyicinnek a munkái, vagy Anne Applebaumnak a Gulag történetét bemutató munkái. Ezekre egy középiskola tanár, egy gimnáziumi tanuló bátran építhet. Egyébként még így hogy szeretném megemlíteni, hogy egyesületünknek van egy együttműködési megállapodás a Múltkor magazinnal. 1100 iskolába juttattuk el ezt a Sztálin Pokla, Magyar Sorsok a Gulagon című kiadványt. Érdeklődnék így most egy kicsit gimnáziumi tanároktól, hogy látta valaki ezt a kiadványt a saját gimnáziumában, iskolájában. 1100 helyre jutott el. Érdemes utána járni. Én egy-két embert megkérdeztem, ők azt mondták, hogy eljutott. Érdemes megkérdezni a titkárságot, hogy megérkeztek-e ezek a kiadványok. Ez az egyik dolog, a másik pedig, és akkor már mennék tovább, hogy nagyon fontos lenne, amely a mi szempontunkból, mármint történelemtanárok szempontjából fontos lenne, hogy a könyvek mellett legyen valamilyen digitális tananyag, amely elérhető. Tehát vannak olyan anyagok, amelyek már részben elérhetőek különböző felületeken, és hál' Istennek vannak olyan felületek, amelyek most erre épültek, és ezért lettek kitalálva, hogy akár a Gulag Gupi Málenki Robot témakörre is egy ilyen internetes formában elérhető legyen. Nagyon fontos lenne, hogy tehát hogy minél több interneten elérhető anyagunk legyen.
És hát akkor most néhány szót kell ejtenem a történelem tankönyvekről. Itt le is csaptak itt a mellettem állók ezekre a tankönyvekre. A teljesség igénye nélkül a környezetemben, a munkatársaimnak én beszélek, vagy én találkozom és dolgozom, néhány könyvet hoztam, hogy megnézzük, hogy a tankönyvekből a gyerekek mit is tudhatnak meg a Gulágról, Gufiról vagy Málenki robotról. Hát először is azt ugye le kell szögeznünk, hogy a NAT, illetve a kerettanterv az meghatározza, hogy nekünk mit kell tanítanunk a Gulágról. Nem megyek itt bele a kerettanterv részletes ismertetésébe, de csak a Gulágot szeretném, illetve a Málenki robot és Gufi témakört említeni. Én a Gulágot az 5-8-os kerettanterben, mint értelmezési, tehát mint témát három helyen találtam meg. Kritikai gondolkodásnál, a fogalom meghatározásnál is egy téma javaslat témaként van felvetve, és ebből csak az egyiket emelném ki, idéznék. Kritikai gondolkodás, a tömeges kirekesztés és népírtás módjának felismerése, elutasítása, például munkatábor, koncentrációs és megsemmisítő tábor vesző Gulág. Hát ez van a kritikai gondolkodásnál a Gulághoz bejegyezve, de nagyon fontos lenne, hogy ez meg is valósuljon. Azt gondolom, hogy a 7-es és részben 8-os, valamint a 11-es tankönyvek egy részében a Gulág, mint témakör meglehetősen jól le van írva, de azt gondolom, hogy ennél többre lenne szükség. Én most itt behozott néhány, tehát a 8-os és a 12-es tankönyveket szeretném bemutatni, és szeretnék idézni ezekből a könyvekből. Szeretnék azokat a részeket felolvasni, amelyek a Málenki robotról szólnak. Kezdeném a Mozaik kiadó 8-as, nem a legfrissebb, egy vagy két évvel ezelőtt kiadott könyvével. Azt mondja, a nyilasoktól való megszabadulás örömébe azonban üröm is vegyült, a szovjetek felszabadítók helyett megszállóként viselkedtek, kifosztották kényszermunkára, zárójelben nem ritkán Gulágra vitték az embereket, és megerőszakolták a nőket. A képhez hozzátartozik, hogy a kivonuló németek már korábban módszeresen kirabolták az országot. Pont ennyi van erről a témáról ebben a tankönyvben. Van egy kis kép és egy feladat, a szovjetek kényszer munkára úgynevezett Málenki robotra kísérték az embereket. Nyomoz ki, hogy a családodból elhurcoltak-e valakit. Ebben a tankönyvön ennyi található. Következő az Oktatás, Kutató és Fejlesztő Intézet Budapest tankönyve Horváth Péter, Ispánovics Márta szerkesztésében. 8-os tankönyv, az ideiglenesség kora. A szovjet megszállás, első fejezet, a nyilas rémuralom után az országnak a szovjet hadsereg pusztításait, erőszakoskodásait kellett elszenvednie. A szovjetek nem csak fogságba esett katonákat, hanem polgári lakosság tömegét is elhurcolták. A Szovjetunióban Málenki robotra, benne van ez a fogalom, ez fontos, ahogyan akkor mondták, az orosz kifejezés kis munkát jelent. A körülbelül 600 ezer kényszermunkás több mint 20% az iszonyatos körülmények következtében meghalt, és akik túlélték a megpróbáltatásokat, csak évek múlva térhettek haza. Az országot fél éven belül másodszor szállta meg egy ellenséges hadsereg, a lakosság értékei, a gyárak felszerelése, ezt most már nem idézem tovább, ehhez kapcsolódik még egy, mondjuk ehhez egy elég megrázó forrás kapcsolódik, de ezt most nem idézném. És van a kísérleti tankönyv, amely 7-es része utalást tesz Magyarország háborús veszteségeire és a Málenki robotra. Itt egy rész szól a szovjetek sokakat kényszermunkára hurcoltak, ezen kívül, és ezt már nem folytatnám, tehát itt van egy utalás a bevezető résznél, az új tankönyvben, és itt nem találom a Málenki robot fogalmát, és van egy ilyen kis kísérő rész, hadifoglyok és a zsidó túlélők sorsa. Ebből idézem az ide vonatkozó részt. A magyarországi harcok során több tízezer magyar honvéd és civil vesztette az életét. A hadifogságba esett, illetve a Szovjetunióba hurcolt, mint egy 600 ezer katona is. Polgári személy közül egyharmaduk soha nem térhetett haza. A 8-os könyvekben ezt olvashatjuk a Málenki robotról. Nézzük meg, hogy ebből a mozaikosat nem tudtam most elhozni, de nézzük meg, hogy a 12-es történelem tankönyv, az új kísérleti tankönyvben mit olvashatunk a Málenki robotról.
ebből is csak egy részt idéznék. Azt mondja, hogy igen, a magyarországi hadszíntéren a szovjet csapatok nem csak hadifoglyokat ejtettek, hanem a harcok nyomán az elfogott katonák mellé gyakran civileket is beállítottak a fogoly menetekbe. Civilek azonban a harcok elmúltával is gyakran összeszedték úgynevezett Málenki robotra, ami esetenként jelentetett egyszerű románytakarítást a közelben, de könnyen előfordult az is, hogy az összefogdosott emberek köztük nők is a Szovjetunióban szállították munkára. A hadifoglyokkal együtt a Szovjetunióban hurcoltak száma meghaladta 500 000 főt, és a fogságban hurcoltak egyharmada életét vesztette. Tehát itt már mondjuk aki egy... ezt megtanulta a 8. ezt a tananyagot, ott 600 000-ről írnak, ebben a könyvben több mint 500 000-ről, tehát hogy itt már a számokkal kapcsolatosan vannak komoly problémák, de a kollégáim ezt itt felvetették, illetve a egyesületünk tagja is, hogy itt komoly problémák vannak, pontosan a számokat nem tudjuk megadni, de itt a könyvekben, a tankönyvekben különböző számadatok találhatóak ezzel kapcsolatosan, szerkesztéstől függően, és végül, de nem utolsó sorban szeretném a Boronkai, Kaposi, Katona és Szárai féle könyvből, 12. könyvből az ine vonatkozó részt felolvasni, amelyet most nem fogok tudni. Itt van, igen. Gyakran megesett, hogy az áldozatok mellett a védelmibe kelők is a rövidebbet húzták, internálás, börtön, Málenki, robot, és ehhez kapcsolódik egy nagyon részletes forrás. Tehát látható, most ezt muszáj volt, bocsánat, felolvastam, mert mégiscsak azért képbe kell lennünk, hogy a történelemkönyvekben mi van. Megnézhetnénk a 7. és a 11. könyveket is, de most nem fárasztom a hallgatóságot ezzel. Hétfőn mindannyian dolgozhatunk majd ebből. Azt gondolom, hogy ez kevés. És szükség lenne arra, hogy ezekben a tankönyvekben megfelelő minőségben, megfelelő formában, megfelelő szakmai háttérrel bekerüljenek a Gulag Upi Málenki robot eseményei és történései. Ehhez szükség van arra, hogy a történészek egyetértsenek abban, hogy ennek ott a helye, ennek méltó helyén, méltó formában be kell kerülnie. Egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatosan a fogalom meghatározás is, ez is benne van a kerettanterben, hogy megfelelő fogalmakat kell átadnunk. Nem fogom ezt részletesen újra elmondani, hiszen már ez elhangzott. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyfajta kis lexikont állítsunk össze, és a már itt említett kiadványunkban megpróbáljuk, ezt bővítgetjük, és egy programnak köszönhető 3300 példányban újra el tudjuk juttatni diákoknak, erről majd a legvégén mesélnék, és létrehoztunk egy Gulag kis lexikont. Nagyon fontosnak tartanánk, hogy legyen egy teljes fejezet, vagy legalább egy olvasmány, amely ezt a Gulag Gupfi Málenki robot témakörét feldolgozza a tankönyvekbe, és nagyon fontos lenne, hogy ez a Gulag Gupfi Málenki robot kifejezés precízen és pontosan kerüljön be. Ezt most az időrövidsége miatt nem olvasnám fel, hanem mennék, tovább lépnék, és szeretnék néhány szót szólni a fogalmak után arról, ami nekünk középiskolai vagy gimnáziumi tanároknak, vagy a mi számunkra nagyon fontos, hogy mindezt hogyan tanítsuk, hogyan tegyük ezt érthető, hogyan tudjuk ezt úgy átadni a gyerekek számára, hogy ez érthető és feldolgozható legyen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, különböző tanári attitűdök, különböző tanári típusok vannak. Vannak olyan tanárok, akiknek a frontális óratartás megy nagyon jól, vannak, akik a kreatívabb munkákban jók. Mindegyik fontos, mindenféle módszert mindenféleképpen használnunk kell, azt gondolom. Fontos az interdisziplinaritás, tehát az, hogy a tantárgyak között legyen kapcsolat, amikor ezzel a témával foglalkozunk. Történelem, művészettörténet, képzőművészet, mozgáskultúra, tánc, mozgókép és médiaismeret, és még sorolhatnám, mert rengeteg terület van, amelyet felhasználhatunk ennek a témának a bemutatásánál, és most már akkor konkrét példákat szeretnék mutatni. Itt látható két kép, nem tudom mennyire látszik. Ez a kép, ez egy mindennapi viseletet mutatja be a lágerben 1948-ban, ez dr. Bognár Zalántól származik ez a kép. Itt pedig látható egy 2013-ban készített fotomontázs, egy ilyen posztmodern feldolgozása ennek a történetnek. Ez a következőképpen történt, és lépnék egyet. A Pécs-Baranyai Német Nemzetiségi Kör, amely óriási munkát végez ebben a témában, nagyon-nagyon sokat tesznek ezért, hogy ez ismerté váljon, túrákat, utakat szerveznek orosz-ukrán területekre, és tényleg nagyon sokat dolgoznak azért, hogy ez a téma ismerté váljon. A Pécsi Tudományos Egyetem művészeti karával összeállva, illetve együttműködve
egy programot indítottak el, amelyet egyébként most fognak folytatni. Ennek a lényege az volt, hogy a Pécsi Múzeum igazgatója, megfelelő szakmai háttérrel, hiszen ő is érintett a témában, a hallgatókat felkészítette a témával kapcsolatosan, a művészeti kar tanárai vizuálisan készítették fel a diákokat, és gyakorlatilag a lényeg az volt, hogy a Málenki robotot kellett egy ilyen vizuális posztmodern módon megközelíteni. És én beszéltem a hallgatókkal, akik ezt készítették, és nagyon érdekes, nagyon újszerű, nagyon jó dolgokat hoztak be, nagyon friss szemmel látták ezt, és érdekes módon, hogy ezek ilyen újra gyártott képek, ma készült felvételeket dolgoztak fel. Itt ezen a képen egy sínpár mellett fekvő női test látható. Tehát ez sokkoló volt sok fiatal számára, mert ez elképzelhetetlen a egyetemisták, gimnazisták részéről. Vagy például itt ez a másik kép, ahol szintén valamilyen képeket emeltek ki, és azokat dolgozták át, újra fotózták. Lányok állnak sorba, egy vagon mellett, nagy kabátba, és az egész egy kicsit így át van színezve, át van formázva. Azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű program, ez egy kiváló program arra, hogy megismertessük a gyerekekkel a Gulag, Gufi, Málenki robot témakörét. A következő Gulagkutatók Nemzetközi Társasága, mi rendeztük ezt a konferenciát 2015-ben, emlékkonferencia volt. 11-es történelem tagozatos diákokat, akik valamilyen szinten ezzel szeretnének komolyabban foglalkozni, ez körülbelül egy olyan 35 gyereket jelentett, önként jöhettek el erre a programra, elhívtunk, és ugye ez az Országházban volt megrendezve ez a konferencia, a teltházas konferencia volt, az első kép volt egyébként a konferenciáról, tehát az első képen lehetett látni magát a konferenciát, és a gyerekeknek, tehát itt is átment az üzenet, itt is sokat tanultak erről a témakörről. És hát ugye a Málenki robot volt a fókuszban, ezt próbáltuk meg bemutatni, és az egész konferenciához tartozott egy ünnepi műsor, tartozott egy megemlékezés, egy túlélőkkel való találkozás, ahol éppen itt az egyik diákunk virágot ad át. Tehát ezáltal a gyerekek úgy éreztették, hogy tehát sokat tanultak, és részese is váltak ennek az egész történetnek. Majdnem minden esetben azt hallom egyébként, hogy jók voltak az előadások, de a túlélőnek a beszámolói azok, amelyek őket a leginkább megérintették. Tehát minden egyes programra igyekszünk megkérni valakit, hogy meséljen az átélt eseményekről. Szintén az egyesületünkhöz tartozik az, hogy nem csak a gimnazistákat, az egyetemistákat is megpróbáljuk megszólítani, és szemináriumokat tartunk, itt most egyet emeltem ki. Itt gyakorlatilag a Star Tamás előadása látható, egy 2012-es előadás sorozat során. És hát itt a hallgatóság az digitálisan is rögzítette az eseményeket, tehát itt is próbáltunk sok mindent összevonni és megvalósítani. És végül, de nem utolsó sorban, egy olyan programról szeretnék most beszámolni, ami ma indul, október 1-én. Facebook oldala most fog megnyílni, a honlapokon majd most lehet elérni a mai naptól. A Magyar Cserkész Szövetség a Gulag Emlék Bizottságnak köszönhetően elnyert egy támogatást, amely egy egészen új kezdeményezést kíván megvalósítani, az úgynevezett Gulag Emlék Túrákat. Gulag Emlék Túra 2016-17 néven fut ez a program. A Kárpát-medence több városában valósítja meg a Magyar Cserkész Szövetség ezt a programot. Természetesen mi egyesületünk igyekszik a szakmai háttér biztosításában, amely, ahogy említettem, egy ilyen pedagógiai kísérlet. Miért is érdekes ez meg? Miben más ez, mint az előbb felsoroltak? Hát abban, hogy pedagógiai módszerét használja. A városok, ahol ezek majd megvalósulnak, az október 15-én kezdődik Miskolcon és Szerencsén, gyakorlatilag itt lesz kísérletezve, vagy itt lesz kipróbálva ez az egész program. Ezt követően Debrecenben, Pécsett, Budapesten, Szepsiben, Munkácson, Kolozsváron, Szabadkán és Bécsben is lesz egy ilyen program. A program keretén belül a cserkészek és a bevont középiskolások egy emléktúrán vehetnek részt, ahol ez egy újszerű dolog lesz, ilyen élőképeken keresztül tapasztalhatják meg azt, hogy milyen is volt ez a fogság, bár nehéz ezt, és nagyon vékony jégen mozgunk ezzel kapcsolatosan,
II. világháborús magyar és szovjet hagyományőrző katonák bevonásával, színészek bevonásával és a gyerekek bevonásával élő képeket mutatnánk be a következő módon. A programra jelentkezett gyerekek és a túrán résztvevő gyerekek megtekintetik azt, hogy hogyan zajlott egy elhurcolás, milyen körülményei voltak, megkóstolhatnak egy átlagos reggelit, fekete kenyeret és üres teát, megnézhetik azt, hogy egy munka hogyan zajlott, megnézhetik azt, hogy hogyan kísértek foglyokat. Az emléktúra során gyakorlatilag ilyen stációk vannak, ahol színészek, gyerekek, hagyományőrzők élőképeket mutatnak be. Van, amelyik interaktív, van, amelyik pedig csak simán azt jelenti, hogy megtekintik ezeket az élőképeket, és a legvégén van egy megemlékezés, illetve egy kiállítás megtekintése. Valamint egy túlélővel való találkozás, hiszen, ahogy már említettem, ez mindig ez a leghatásosabb, a személyes beszámolók, a személyes élmények átadása. Úgyhogy ez a program azt gondolom, hogy újszerű, és tényleg nagyon nehéz ezt a témát átvinni. Egy reneszánsz, Mátyás király és a reneszánsz témája, azt hiszem egy ilyen élőképes, interaktív módon jóval könnyebben átadható, mint egy ilyen gulág, gufi, málenki robot témakör. De érdemes ilyen új utakon járni. Érdemes ezeket az új utakat kipróbálni. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy nehéz ez a témakör, és sokat kell még tennünk azért, hogy a tankönyvekben is méltó módon szerepeljen ez a téma, meg hogy megfelelő helyen szerepeljen ez a téma. De érdemes vele foglalkozni, és érdemes újszerű próbálkozásokat behozni a téma feldolgozásánál. Köszönöm szépen!